Mi készül és hogy álltok vele? A legtöbb bográcsban pörkölt főtt péntek délelőtt a Bregyóközi Sportcentrumban. A Grundfos közösségépítő napján főzőversenyt szerveztek a cég dolgozói, de a főszerep nem a versengésen, hanem a közös együttléten és kikapcsolódáson volt, mondta a megnyitón a gyár vezetője. Nagyon szeretek itt dolgozni, de nem minden áron jönnék ide, hanem kicsit kijönnék, és ezek mind olyan dolgok, amik az embernek arra hívják fel a figyelmét, hogy érdemes egy ilyet megszervezni, érdemes egy kicsit kijönni, egy másik közösségben lenni, egy másik környezetben lenni. Úgyhogy ez volt igazából a mozgatórugója a mai napnak. Melyik van közelebb? Melyik közelebb? Az nyer, akinek közelebb van, az a fagoly volt a fémbolyója. A munkatársak nem csak a bográcsok mellett tettek ki magukért, a sportpályákat is birtokba vették. A Covid időszak után különös jelentősége van az ilyen közösségi programoknak. Erről mára a város polgármestere beszélt a megnyitón. Valójában az emberi kapcsolatok teszik igazán értékessé az emberi életet. Minden más az nagyon fontos, de az emberi kapcsolatoknál nincs fontosabb. Ez igaz, egy családban nyilván ez a legfontosabb terület. De hiszen nem tudtunk akár a saját szüleinkkel találkozni, hiszen óvtuk, védtük őket, amit nem gondoltuk volna, hogy valaha eljön, és mégis megtörtént. És most ne felejtsük el, hogy volt ilyen időszak, és azért ne felejtsük el, mert most, hogy újra találkozhatunk, összejöhetünk, éljük meg ezt igazi örömként. A Grundfos rendszeresen szervez közösségépítő programokat, a cég a következő hónapban nem csak a munkatársakat, hanem családjaikat is vendégül látja.